Modern művészet az avantgárdizmusainak talán azt mondhatni az első igazán veretes irányzata a fóvizmus és az expresszionizmus után vagy mellett párhuzamosan a kubizmus volt 1907-től 14-ig egy ilyen három korszakból álló, elég sok formai és művészeti újítást hozó korszak, amelyik szerintem sokak által ismert formai világot mutat be, és egy nagyon-nagyon neves alkotót hoz a világra, vagy mutat meg a világnak, aki aztán egy pici rövid korszak után még sok izmust jár végig, és önmagában izmussá válik, ő Pablo Picasso. Itt indul be ebben az időszakban, legalábbis itt lép már fel olyan önálló ágazattal, stílussal, amit kicsit az ő nevéhez is köthető. Ez a kubizmus. A szó maga egy francia műkritikustól ered, talán Braque, aki az egyik alkotója volt ennek a korszaknak Picasso mellett, híres alkotója, Cézannel való beszélgetésükből derítették ki, vagy jött felszínre ez a kifejezés, hogy kubizmus. Kubesz egyébként latin kocka elnevezésből jön, ami abból adódik, hogy Braque picit Cézanne művészetére hajazva a formavilágot megpróbálja egyszerűsíteni, geometriai alakzatokra próbálja egyszerűsíteni azt a látszó világot, azt a valósnak látszó, reális látszó világot, amely a korábbi korszakokat és évszázadokat jellemzi, és amelyel szembe megy ugye az avantgárd. Korábbiakban volt róla szó például a fóvoknál és az expresszionizmusnál, hogy színvilágában a tér és a perspektíva elhagyásával, a tér helyettesítésével, tehát a színnel való helyettesítésével már elindult ez a fajta lebontása a korábbi látásmódnak. A kubizmus abban különbözik ezen irányzatoktól, hogy nem a színnel, hanem sokkal inkább a formával és a plasztikus formával, a síkokkal, a geometriai alakzatokkal próbálja meg kifejezni magát, és leképezni azt a fajta gondolati valóságot, amely bennünk él. Tehát nem az utánzás a cél, hanem a világról való elgondolt valóságképünknek, a lényegiségének, a struktúrájának, szerkezetének, alapformáinak a megmutatása és a felmutatása. Az első alkotás, vagy az első hatás, hogy úgy mondjam, a Cézanne. Ő nála van a Fürdőzők című képe, amelyikben a lábak, például a törzs, a fej már elmegy ilyen euklidészi geometriai formák, gömb, henger. És ő hat Picasso-ra is, és elsősorban Braque-ra. Ami még a hatásvidékről jön, tehát a forrásvidékről érkezik, az afrikai művészet, a maszkok művészete, leegyszerűsített a maszk fejek, síkokra bontott arcok és test testként ábrázolják az afrikaiak szobraikat, és Picasso-ra hat. Itt látható is az avignoni kisasszonyok 1907-es mű, és egy nyilvános ház tagjait ábrázolja eredetileg elvileg. Lehet látni, hogy az arcok és az alkatok, a hölgyeknek az alkata nagyon le van sikokra, egyszerű formákra, szinte maszkokra bontva. Lényegében majdnem maszkokat látunk az arcuk helyett. Ez volt az első olyan alkotás, amelyet ennek szoktak nevezni, kubista alkotásként, és mint egy kinő belőle ez a korszak. Braque, a másik nagy alkotó, párhuzamosan Cézanne műveire építkezik. Cézannek is mutatnék egy művét, ahol lehet látni, hogy természetet úgy ábrázolja, ő még azért benne van abban a mimézis, az utánzó gondolati sémában, mint előd, de lehet látni, hogy lebontja egyszerű formákra, mint egy sík lapokra a természetnek a változatosságát. Nem a részletekbe akar elveszni, nem azt akarja lemásolni, hanem annak rendező elveit kívánja megmutatni. Ez az első korszak egyébként a kubizmusnak, a Cézanne-i korszak. Ezek az 7-től 9-ig. Aztán jön egy analitikus korszak, itt már sokkal jobban elvonatkoztatnak
a valóságnak a geometrizálásától, és valóban egy több nézőpontúság alakul ki, lebontja a látványt darabjaira, itt már végképp, elemeire, és több nézőpontból próbálja megmutatni, tehát perspektíva eltűnik, előtér, középtér, háttér eltűnik a rendszerből, és ebből a sokféle nézőpontuságból, mintha több egyszerre több helyről néznénk, ezt próbálja valamilyen módon kétdimenzióba ábrázolni, ez ilyen szimultaneizmus, egyidejűség lényegében. Itt egy picit már az idedimenzió benne foglaltatik ebbe ebbe az ábrázolásmódba. És aztán a harmadik korszak, úgynevezett szintetikus korszak a kubizmusnak, 10-es évek 12-13-tól zárásig 14-ben véget ér a kubizmus, így önálló nagy korszakként. Itt már lehet látni, hogy a színek újra visszatérnek ebben a fázisban, és a korábban a valóságot szétbontó, széttöredező, sikidomaira szétszedő gondolkodásmódon túl, itt már egy kicsit a szimbolista hatás, vagy ilyen szimbólum használat jön, jeleket kezdenek el használni. Kicsit elkezd hullámozni, erőteljesebbé válik, sokkal kevésbé a kocka határozza meg a látásmódot, inkább ez a dekoratívabb, színeiben is erőteljesebb formavilága az, amelyik mint egy még tovább egyszerűsítve az eddigi gondolkodásmódot így kifejezésre jut. Ez a három korszak a kubizmusban nagyon nagy hatással van a későbbi modernitásra, a mai gondolkodásmódunkra is, hiszen itt Einstein világa egyébként, relativizmus, téridő időszaka, a fizika megváltozik, és sokkal inkább a nem látható, mögötti törvényszerűségeket próbálja meg láttatni, hogy milyen rend található meg, milyen törvény és állandóság, stabilitás található meg a mi általunk, az érzékszerveink által érzékelt világ mögötti szférában, és ezek a törvényszerűségek vagy struktúrák miként ábrázolhatók. Ez már a formabontás, formaépítés világa, ami az építészetre például óriási hatása lesz. Ugyanakkor csak egy utolsó zöngeként azért érdemes elmondanom, hogy majd a többi tudományterületen, például a nyelvészetben, vagy irodalomtudományban, és aztán innentől kezdve szinte minden tudományterületen megjelenik majd a strukturalizmus későbbiekben, amelyik valóban a műalkotásoknál és egyáltalán a jelenségeknél, amivel találkozunk, annak a szerkezetét kezdi el vizsgálni. A szerkezetében próbál meg hasonlóságokat, analógiákat felfedezni, összevetni azt, hogy például a divat, az öltözködésben milyen állandó struktúrák vannak, amelyek a szín és a forma használat mögött akár összevethető, nem is tudom, egy teljesen más idegen tudományterülettel, onnan átvehetők elemek, összehasonlíthatók egymással, ami már nagyon erősen a mai világunkat mutatja meg.